Tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet az államalapításunk évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésünkön. Köszöntöm dr. Benkő Tibor vezérezredes urat, Honvéd vezérkarfélnököt. Dr. Vinnai Győző urat, a Szabolcs-Szatmár Berenhegye 2. számú választókerület országgyűlési képviselőjét. Dr. Busztó József urat, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kormányhivatal, Tiszavasvári járási hivatal vezetőjét. Aratóné Perlési Marian, a Tiszavasvári járási hivatal vezető helyettesét. Mészáros László Dándor tábornok urat, a Tiszalöki Tiszalökváros polgármesterét Gömze Sándor urat, alpolgármesterét Fedor László urat, jegyzőjét Mező József urat, aljegyzőjét Csikósné Juhász Erikát, a képviselőtestület tagjait, az egyházak, intézmények, civil szervezetek vezetőit, és nem utolsó sorban a kedves díjazottakat és hozzátartozóikat. Felkérem Önöket, hogy ünnepségünk kezdeteként énekeljük el közösen a himnuszt. Tárgató kísér, Fekete Miklós, Minisztán. Hiszen, hölgyeim és uraim,
nem volt elég felismerni, hogy a nyugati keresztény Európához kell tartoznunk túlélésünk érdekében, de erre rá kellett vezetni egy egész népet. Egy büszke, pusztai népet, amely nem akart keresztény lenni, amely nem akart Európához tartozni. Egy büszke, pusztai népet, amelynek megvoltak a saját istenei, saját hiedelemvilága, saját kultúrája. Egy olyan népet, amely már 100 éve háborúban állt Európával. Ezt a népet kellett rávenni, meggyőzni arról, hogy a fennmaradás útja az Európához való tartozás. Nem volt könnyű. Nem is volt elég rá Szentkirályunk élete, hiszen még az egész 11. században pogány lázadások robbannak ki, és még Szent László királyunknak is törvényt kell hoznia a templomba járásról. Talán önök is tudják, hogy nem messze innen Szabolcson tartotta 1992-ben ezt a zsinatot, amely a családot, az egyházat és a társadalmi rendet erősítette meg. De mégis Szent István volt az, aki felismerte, hogy merre vezet a jövő. Miért is? Miért is tehette azt, hogy ő az államalapító? Először is megingathatatlan hite volt. Ő nem csak felvette a kereszténységet, mert Géza is felvette, hanem gyakorolta is. A hatalmat megszerezte, mindvégig megtartotta. A krónikákból tudjuk, hogy minden csatáját megnyerte. Nem volt vesztes csatája. A hatalmat megszerezte, megtartotta, élt vele, de nem élt vele vissza. István tetterős uralkodó volt, biztonságot, hitet adott, távlatokat nyitott, és új államot teremtett nekünk, magyaroknak. Jó törvényeket alkotott, iskolákat alapított, templomokat építetett. István alapja, elképzelése és bátor tettei egy kicsit itt vannak mindannyiunkban. Igen, nekünk is fel kell ismernünk, amit István felismert, hogy létezik egy hite szerinti igaz út, amelyet saját maga és fia élete számára is megszabott, és az egész akkori magyar közösség életét igyekezett ehhez igazítani. Bízott abban, hogy az akkor még kételkedők is rátalálnak erre az útra. Nem közös nevezőt keresett, nem az akkortájt reménytelen közmegegyezést kutatta, nem kompromisszumokból akart alapot rakni a jövőnek, nem, ő az új államszervezet egységes rendjét, a keresztény erkölcs szabályaira épülő törvényes rendet, a szilárd államot és az akkori társadalom gyarapodását kívánta előmozdítani. Tisztelt ünneplő közösség, és ezért a magyar nép egyik legszebb és legfontosabb nemzeti ünnepe augusztus 20-a. Benne van a nemzeti eszme és a kereszténység, a hit. Benne van megmaradásunk, mondhatnám azt is kicsit fennkört módon, hogy a magyar nép létezésének ünnepe. Mert ezért vagyunk. Hiszen van-e a hunoknak, a besenyőknek, az avaroknak államalapítási ünnepük? Nincs. Mert nem volt olyan nagy formátum államférfi köztük, mint a mi Szent István királyunk. Szent István kiváló munkájának bizonyítéka, hogy több mint 1000 évvel ezelőtt alapított állama, vagy mondhatnám azt is, hogy államunk, ma is működik. Miért is tehetnénk föl a kérdés? Mert amikor baj volt, képesek voltunk megújulni, összefogni, dolgozni. Szent István törvényeit és interneit, a rendteremtés, a biztonság megszilárdítása, a hit megtartása, a jó és igazságos hatalomgyakorlás szellemében alkotta meg, ez a szemlélet pedig teljes egészében illeszkedik mai törekvéseinkhez.
Szent István ugyanis már több mint 1000 éve tudta, hogy csak egy olyan kormányzás járhat sikerrel, amely a haza és a magyarság érdekeit tartja szem előtt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szent István, az államalapító, egy olyan király volt, aki tartott attól, hogy nem lesz, aki tovább viszi ezt a munkát. Hiszen Imre Herceg meghalt 1031-ben, utána belső anarchia, pogánylázadások, külső támadások veszélyeztették a magyar fiatal államot. De volt egy olyan uralkodó, Szent László, aki Istvánhoz hasonlóan távlatosan gondolkodott, és nem a dősz, nem a bőg, nem a saját hatalmi vágy, hanem István művének befejezése vezette mindennapjait. És ezért vagyunk itt, évszázadokon át, mi magyarok, Európa szívében, megmaradva függetlenségünkben, kereszténységünkben, magyarságunkban. Mert mit is tanácsolt István fiának, Imre hercegnek? Idézem, mert nehéz lesz megtartani etájon királyságodat, ha szokásban nem utánzod a korábban királykodó királyokat. Mely görög kormányozta a latinokat görög módra? Avagy mely latin kormányozta a görögöket latin módra? Semmelyik. Ezért hát kövesd szokásaimat, a tiéd köz kimagasló így leszel, és az idegenek dicséretére szert így teszel. Kedves tiszalökiek! 1000 év alatt megváltozott a világ. Manapság, a 21. század elején pont azért támadnak minket Európából, mert magyar módra kormányzunk. Persze magukra ezt nem tartják irányadónak. Úgy látszik, nem ártana pár európai megmondó embernek is Szent István interneit olvasgatni. Mert miről is szól ez az ünnep? Ez az ünnep rólunk szól, magyarokról, ez a mi ünnepünk. Arról a nemzetről és hazáról szól, amelyet az elmúlt 1000 évben sokan megtámadtak. Jöttek tatárok, törökök, sújtottak világháborúk, különböző diktatórikus hatalmak próbálták elnyomni, egyes politikai erők még kiárulni is megpróbálták az országot. De a magyar nemzet képes volt újra és újra összefogni az elnyomás ellen. Napjainkban egy egészen új kihívással kell szembenéznünk, de nem csak nekünk, hanem egész Európának. Egy modernkori népvándorlási hullám indult el, és oly sok év után a történelem ismétli önmagát, most ismét azzal kell szembenéznünk, hogy meg kell védenünk saját határainkat, és Európa határait is. Hölgyeim és Uraim, Szent István ünnepén talán érdemes arról is szót ejtenünk, hogy napjainkban éppen ennek a fenyegető népvándorlási hullámnak a hatására szokássá vált István intelmeit idézni az elfogadásról és befogadásról. Mert mi magyarok ilyenek vagyunk. Befogadó nemzet vagyunk. Mondjuk ki, bátran. De azt is elvárjuk, hogy tiszteljenek bennünket. Hogy ha mi elfogadjuk a másikat, ők is elfogadjanak bennünket. Az elfogadás és tisztelet tehát nem azt jelenti, hogy engedjük korlátott szabályok és törvények nélkül elárasztani az országot és Európát a bevándorlókkal, ezt nem jelenti. Nem szabad arról elfeledkeznünk, hogy államalapító királyunk is mindig megvédte az ország határait. Most közös feladat Európának, hangsúlyozom. Európának és benne Magyarországnak, hogy békés úton, de mielőbb megoldást találjon erre a kérdésre. Magyarországnak viszont addig is meg kell védenie saját magát, bátran kell előre mennie, és ahogy az elmúlt években többször beigazolódott, jó példával kell előjárnia. Tisztelt ünneplő közösség! Nekünk itt Tiszalökön a szokásosnál is erősebb összefogásra van szükségünk, ha egyről a kettőre akarunk lépni.
Azt szoktam mondani, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mindig nehéz volt az élet. Mindig többet kellett teljesíteni, hogyha el akartunk élni valamit. És nem is mindig megy egyszerűen az összedolgozás, az együttműködés nekünk magyaroknak. Egyébként mindig jó vagyunk, de valahogy a közösségben még lehet javulnunk. Úgy fogalmazhatnám meg, hogy az együttműködés, az összefogás, az összedolgozás kimondottan nehéz mesterség, és nem is megy nekünk mindig. Ennek ellenére tudomásul kell vennünk azt az egyszerű tényt, hogy ma a világ kizárólag az összefogást jutalmazza. Ehhez azonban a puszta szándék kevés, erősnek is kell lennünk, mert a mindenki számára megfelelő együttműködés nem jön létre magától. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenkinek erőt és jó egészséget kívánok az előttünk álló kihívásokhoz. Emlékezzünk megbecsüléssel Szent István államalapítására és hagyatékára. Folytassuk azt az utat, amit több mint ezer éve mutatnak. Köszönöm szépen! A kenyér szentelés pillanatai következnek. A szentelést végzi Mák Zsolt Ferenc római katolikus féváros és Bacsó János görög katolikus parókus. Szent ünnepő gyülekezet, kedves testvérek, mielőtt megszenteljük Zsolt atyával a kenyeret, egy pár szót szeretnék a felemelő beszéd után szólni a kedves testvérekhez. Az apostolokat a Szentírás úgy mutatja be, mint megbízott munkatársait Jézusnak, gondoljunk csak a 12-re, vagy a 72 tanítványra, majd Szent Pálra, aki a damaszkuszi úton térített az örömhír szolgálatába, majd a népeket térítő nagy apostolokat, gondoljuk csak Konstantinra és Ilonára, Cirillre és Metódra, és nem utolsó sorban István királyunkra. István király nemzetünk apostola, az ő apostolságának pecsétje pedig mi vagyunk, magyar keresztények. És hogy ezer év után is keresztények vagyunk, ez nem lehet véletlen, hiszen Isten megtartó kegyelmével tüntetett minket ki, apostoli királyunk érdemei által. És itt az érdemben van a hangsúly, hiszen az nem más, mint a nemzetért meghozott áldozat. Hadd idézzek egy modern legendát, melynek ezt a címet is adhatnám, haláltábori legenda. Auschwitzban történt a koncentrációs táborban, vagy amikor az apácák, katolikus apácák és papok, katolikus papok megtudták, hogy bizonyosan ki fogják végezni őket, úgy mentek a kivégzés színhelyére, hogy markukba rejtettek egy-egy virágot. Gépfegyver sorozattal lekaszabolták őket, és éppen csak rájuk húztak egy kis földet. Föltűnt a környező lakóknak, hogy a következő években azon a helyen nagyon sok virág pompázik. Ásni kezdték és megtalálták az okát, a csontváz kezekből nőtt a virág. Igaz-e vagy nem, legenda vagy nem, nem tudjuk. Egy biztos, az áldozat nem vész el nyom nélkül sohasem. Ahogyan az elvetett húzaszemnek is el kell rothadnia, hogy bő termés hozzon, úgy az ember által hozott önfeláldozó áldozatok virágként pompáznak az utódok emlékezetében. Így lesz az áldozat a jelenleg jövőt megtartó feladata. Az új kenyér is, amelyet most meg fogunk áldani, az áldozatról beszél. Áldozatról, melyet őseink meghoztak, de melyet ideig, óráig elfelejtettünk. Volt idő, amikor így jellemeztettük az életünket, megszokásból vettük a kenyeret, nem pedig azért, mert éhesek voltunk, és ezért kevésbé becsültük is azt. Most olyan jelen szakadt ránk, amelyben Isten újból eszünkbe juttatja őseink áldozatát, és azt a kötelességünket, hogy az áldozatot azért kell meghoznunk, mert azzal a jövőt erősítjük. Hiszen az áldozat nem marad nyom nélkül. Ma mi vagyunk a búzaszem, melynek el kell pusztulnia, hogy bőséges termést hozzon. Fölkérem Zsolt atyát a megszentelés megkezdésére.
Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek, és az Úr segítségünk az Úr nevében van. Aki az eget és a földet alkotta, hallgassak meg a szemünket, és ami kiáltásunk jusson elé. Mérőzünk. Istenünk, gondviselő atyánk, minden nap kértük tőled a mindennapi kenyeret, és ma ez évben kapott ajándékotként asztalunkra tehettük az új kenyeret. Hálánk jele, hogy rá Szent Fiad jelét rajzoljuk, és hálás szívvel, örömmel fogyasztjuk. Nem csak kérni, de megköszönni is akarjuk a mai napon az új kenyeret neked, aki gondunkat viseled. Hálát adunk mindazok munkájáért, akik szántottak, vetettek, arattak, szállítottak, őröltek, tagasztottak, és megsütötték, hogy illatos ajándék, hogy minden nap asztalunkra kerüljön. Fogadd el, Urunk, érte köszönetünket, és áld meg asztalunkra került kenyerünket mennyei áldásokkal, hogy hálás lélekkel fogyasztva, érte neked és embertársainknak hálát adva, testünk, lelkünk gyarapodására szolgáljon. Ami Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mindennapi kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, és aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk az Úrhoz, Uram, irgalmaz! Szent Uralkodó, mindenható Atya, örök Isten, kegyeskedjél megáldani ezen kenyereket szent lelked áldásával, hogy mindnyájan, akik ezekből táplálkozni fognak, lelki üdvösséget, testi épséget és minden ellenséget szándék ellen hathatós védelmet nyerjenek, a mennyekből alászálló, a világnak életet és üdvösséget adó Urunk Jézus Krisztus által, ki veled és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik, most és mindenkor sörökkön örökké. Amen. Megáldatnak és megszenteltetnek ezen kenyerek a Szentlélek parasztja és a szentelt vízzel való meghintés által az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Melyikről felállva az Úrtól tanult imádságot mondjuk el. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és segíts minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonoszból, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Atyának és Fiúnak és Szentlélek nevében. Amen. Amen. Köszönjük szépen, testvérek, tovább. Hagyományainkhoz híven, Tiszalökváros önkormányzata képviselőtestülete a 64-ben 2015 számú határozata értelmében a 2015-ös évben Tiszalökvárosért kitüntető díjat adományoz dr. Krámol Katalin részére. A város fejlődésének elősegítése, felemelkedésének előmozdítása, hírnevének gyarapítása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréséből. Városunk házi orvosa, címzetes főorvos, 1992 óta a településünk önkormányzati képviselője.
Képviselői és bizottsági elnöki tevékenységének fő célja Tiszalökváros fejlődésének elősegítése, a települési betegellátás biztonságának, valamint a folyamatos, magas színvonalú gyógyító munka megteremtése. Munkájához jó egészséget és további sok sikert kívánok! Tiszalökváros önkormányzata, képviselőtestülete a 64/2015 számú határozata értelmében a 2015-ös évben Tiszalökvárosért kitüntető díjat adományoz a Tiszalöki Polgárőrség Egyesület részére. A város fejlődésének elősegítése, felemelkedésének előmozdítása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréséül. Tiszalökváros alpolgármesterét. A díjat Csikó Sándor, az Egyesület elnöke veszi át. A Tiszalöki Polgárőrség Egyesület 1991 óta működik a településünkön. A polgárőrök áldozatkész, szakszerű és önkéntes munkájukkal hozzájárulnak településünk közbiztonságának fenntartásához, kiegészítik a rendőrség tevékenységét. Tiszalökváros önkormányzata, képviselőtestülete a 63/2015 számú határozata értelmében a 2015-ös évben dr. Benkő Tibor úrnak elismerése és tisztelete jeléül díszpolgári címet adományoz. Honvéd vezérkar főnök településünkhöz mély gyökerekkel kötődik. Vezérezredes úr életművével, a honvédelemért végzett tevékenységével, szakmai életútja, hazai és nemzetközi elismerései, kitüntetései által a haza szolgálatáért végzett példaértékű tevékenységével településünk Tiszalökváros hírnevét gyarapítja. Munkájához jó egészséget és további sok sikert kívánok! Kérem, fogadják szeretettel Nagy Grétát, aki az Ó Szent István dicsértessél kezdetű moldvai csángó népdalt adja elő. Oh,
Nemzeti Együttes ez évben ünnepi megalakulásának 50. évfordulóját. Áprilisban színvonalas válaműsorral lepték meg a helyi közönségüket. Most nélkülözik a legidősebbeket és a legfiatalabbakat. Júniusban a Tarpai Országos Négyzenei Minősítőn aranyoklevélben részesültek, és továbbjutotta a Vas Lajos verseny középdöntőjébe. Hiányosan, de annál nagyobb lelkesedéssel adják elő mai műsorukat. Kisfestemelyi véres népdalokat alapítójuk Ajtalír órán gyűjtéséből, és Tiszalöki népdalokat. A csoport művészeti vezetője Cicerni Darai Erzsébet. Ám elsőként egy moldvai magyar népdallal köszönték kitüntetjeinket. Rey de Valencia.
átünneplő közösség, felkérem Önöket a Szózat közös éneklésére. Tárogatunk kísér Fekete Miklós Tisztamát. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a szervezők nevében is.